Ma reggel 7 órakor megkezdődött az országos oltási hét, amelynek keretében nem csak az előregisztrációval rendelkezők élhetnek ezzel a lehetőséggel, hanem azok is, akik még nem foglaltak időpontot. Sátoraljaújhely is kiemelt szerepet tölt be az Erzsébet kórházon keresztül ebben a programban. Az Erzsébet kórház is az országban a 101 kórház között van, akik elkezdték az oltási hetet oly módon, hogy közben párhuzamosan a már megszokott oltási regisztrációhoz kötött tevékenységet is végzik. Annak, aki oltakozni szeretne, a személyi okiratokon kívül semmi másra nincs szüksége ahhoz, hogy megjelenjen az oltóponton. A kezdeti tapasztalatok azt mutatják jelen pillanatban, ugye most olyan 10-11 óra magasságában, hogy elég nagy tömeg, számszerűen egy olyan 100-150 körüli oltakozni kívánó jelent meg az oltóponton reggel 9 óráig. Az legutóbbi információim egy fél órával ezelőtt az, hogy most már lényegesen kevesebben vannak. Magyarán a kezdeti tapasztalat is azt mutatja, hogy mivel reggel 7-től este 7-ig vagyunk nyitva, azt tanácsolnánk a lakosságnak, hogy egy picit, ha későbbi időpontokban keresi fel az oltópontot, nagyobb eséllyel kevesebb ideig fog várakozni. A főigazgató azt is kiemelte, hogy valamennyi oltóanyag elérhető az oltópontokon. Jelenleg 4 helyen tudják az állampolgárok beoltatni magukat, de ha olyan nagy lenne az érdeklődés, akkor további 2 is el tudnak indítani, tette hozzá. Annak, aki oltakozni kíván elsőkörösen, azon múlik, hogy az oltópont orvosa mit javasol számára. De gyakorlatilag a vakcinák mindegyike elérhető. Akik második vagy harmadik körös oltásra érkeznek, azoknál az oltóorvos tanácsot adhat, hogy milyen vakcinát ajánl számára. Figyelembe kell venni azt, ugye, azt a latencia időszakot, jelen pillanatban a protokoll szerint egy 4 hónap után javasolt a következő oltást felvenni. De 6 hónap után mindenféleképpen. Az említett személyi okmányok mellett szükség van a regisztrációs lap kitöltésére is. Aki azonban ezt nem viszi magával, nem gond, hiszen a helyszínen az oltópont munkatársai adnak ilyet, csak a helyszínen kell kitölteni. Gyorsabb azonban a folyamat, ha az oltásra váró már rendelkezik azzal. A tájékoztatót már eleve kitöltve hozzák a betegek, de nyilván ez egy picit nehézkésebb idősebbek részére, hiszen ezt internetről kell letölteni. Munkatársaim kellő számban jelen vannak, tehát segítenek a kitöltésben abban az esetben, hogyha az oltakozni kívánó nem hozott magával ilyen nyilatkozatot. Az oltási hét november 28-áig, azaz vasárnap 19 óráig tart.